piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter kit lövet. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri, mossa a vér, de megmaradnak a Pesti utca kövei. Városszerte megemlékeztek azokról, akik 55 esztendővel ezelőtt a szabadság eszményeit hittel megélve segítették egy új generáció felépítését. Pénteken az 56-osok terén Prájer Éva alpolgármester és dr. Kovács Zoltán, Fejér megye aljegyzője mellett a rendezvényt szervező 56-os szervezetek, a diákok, illetve a civil szervezetek helyezték el a megemlékezés koszorúit. Sokan féltünk, mindig így lesz, a jövőkben ennyi van. Sokan óvtak, vesztes harc lesz, menekül, mint annyi jobb. A Szent István Bazilika árnyékában a Tóvárosi Általános Iskola növendékei emlékeztek az 56-os hősökre. Az emlékkeresztnél Székesfehérvár megyei jogúváros alpolgármestere, Égi Tamás és Törő Gábor, a Fejér megyei közgyűlés alelnöke koszorúzott. Velünk élnek még azok, akik ezeket az eseményeket átélték. Hallgassuk meg őket, figyeljünk rájuk, ha évtizedek hallgatása után elmerik mondani, mit jelentett számukra ez az időszak. A megemlékezések sora a Magyar Király szállodánál elesett szabadságharcosok emléktáblájánál folytatódott. Az 55 éves lyukas zászló csodája máig él. Róth Péter alpolgármester és Törő Gábor megyei alelnök koszorúi, illetve a civil szervezetek virágai legfeljebb enyhítik a fájdalmat.